A Móri Kórháza nem szűnik meg, fejlesztés előtt áll, hangsúlyozta Csernavölgyi István. A Fejér megyei Szentgyörgy Kórház főigazgatója hozzátette, az integráció egy országos átszervezés része, nem az öncélú, hanem a betegellátás stabilitását szem előtt tartó gazdasági biztonság fenntartása a cél. Költséghatékonyabb gazdálkodás, ezt nyilván nem kell magyaráznom, hogy a két intézmény együtt dolgozik, beszerzések, racionalizálások, nem leépítések, hangsúlyozottan ez egy költséghatékonyabb történet. 2006-ban gazdasági okok miatt szűnt meg egyebek mellett a szülészet és a sebészet a Móri intézményben. Jelenleg egynapos sebészet, ápolási osztály, valamint krónikus belgyógyászat működik a szakrendelések mellett a Móri kórházban. Csernavölgyi István szerint a szakmai realizáció gazdasági előnyökkel jár együtt, és biztosítja a Móri intézmény hosszú távú működését. Én úgy gondolom, hogy az integráció arról szól, hogy hosszú távon működtetni tudjuk a jelenleg is működő lehetőségeket, és hosszú távon fejlesztést tudjunk eszközölni a Móri Kórházban, meg tudjuk tartani a munkaerőt, ez természetesen abszolút alapvető prioritás, mint ahogy a megfelelő betegutak kialakítása is alapvető prioritás. A Fejér megyei közgyűlés elnöke teljesen egyetért az integrációval. Az MSZP megyei elnökének, Horváth Andrásnak múlt heti nyilatkozatát hisztériakeltésnek nevezte. Volt vele egy folyosói beszélgetésem a parlamentben több országgyűlési képviselő jelenlétében, amikor beszélgettük, hogy elképzelhető lesz a struktúraváltáson átesett kórházaknak az integrációja, és ott jelezte, mondom, tanúk előtt jelezte, hogy ezt az elképzelést ők már 2008-ban támogatták, úgyhogy számomra azért hisztériakeltés, mert ez egy teljes párfordulást jelent. Horváth András úgy nyilatkozott, a Móri Kórház integrációjával kapcsolatban semmiféle egyeztetést nem folytatott vele Törő Gábor. Az MSZP megyei elnöke továbbra sem érti, miért kell a Móri Kórházat beolvasztani a Fejér megyei Szentgyörgy Kórházba, hiszen stabil a gazdasági háttere. Szerinte a megyei kórház adósságát szeretnék enyhíteni az integrációval. Én azt gondolom, hogy a Fejér megyei Szentgyörgy Kórház egy közel 2 milliárdos adósságállománnyal rendelkező intézmény. Én megértem igazgató urat, hogy neki minden pénzre szüksége van, de azt viszont nem értem Törő úrtól és Csernavölgyi úrtól, aki szintén orvosigazgatója volt a Móri Kórháznak, hogy e cél érdekében miért kívánják feláldozni a Móri Kórházat. A jövő feladataival kapcsolatban annyit elárult Csernavölgyi István, hogy közös informatikai adatbázist szeretnének kialakítani, illetve a Móri kistérség lakóinak a krónikus ellátáshoz való térítésmentes hozzáférésén kívánnak javítani. Országos szinten egyébként jelenleg 8 kiskórház integrációja folyik.